Évek óta finomítom az otthoni kreatív terem, és megannyi kísérletezés után úgy érzem, idénre minden összeállt. Ez az a hely, ahova egyből belépve inspirált leszek, egy igazi flow állapotban végzem bármi is a dolgom. És végre ki tudtam alakítani egy fix teret, setupot ezekhez a beszélgetős videókhoz, amit ugye most is nézel. Minden alaposan átgondolt, és célja van. Az állítható íróasztaltól a két lebegő Apple Studio diszpléjen, a falak színein, az apró kis dizájnokon át, a brutál jól szóló hangszórókig és az okos eszközökig. Szóval csücs, fogj egy kávét, vagy popcorn, és engedd meg, hogy körbevezesselek minden kis részleten. Remélem, hogy ebből a videóból sok tippet fogsz meríteni te is, mivel jó pár egyedi ötlet is van benne, mint például a lábtartóm, ami egy apró kis részletnek tűnhet, de baromi hasznos. Szóval mindenképp nézd végig a videót, mert nem csak néhány titkot fogok megemlíteni, hanem van egy nyereményem is számodra, hogy kiderüljön mi az, tudod mit kell tenned, csak nézd végig. Kezdjük is el, de előtte intro. Ez egy hosszú videó lesz, hiszen lefedjük az íróasztalom beállítását, mi van az asztalon, alatta, hogyan és miért, de felfedezzük a szoba többi részét is, amely tele van okos otthoni eszközökkel, fantasztikus design megoldásokkal, de kezdjük a tervezéssel és az alkalmassággal. Terv és alkalmasság. Egy bakancslistás álmom vált valóra, hogy beköltözhettem ebbe a házba, és dedikált helye lett mindennek. A home office-omnak és ennek a Talking Head setupnak van egy külön szoba, ahol a krími bírólokat veszem fel, kvázi a stúdióm, és még egy kis spájz, vagy ha jobban tetszik, raktárszoba is van. A terv az volt, hogy egy olyan okos tér legyen, ami inspirál engem, és mindent magába foglal a kreatív és produktív flow állapot eléréséhez. És persze okos is legyen, ami azt jelenti, hogy egy automatizált smart home-ot hoztam létre, ami nagyban könnyíti meg az életem, a munkámat. Munkaállomás és íróasztal beállítás. A cél MVP volt. Minimál, de minden, amire szükségem van, a legjobb módon, ahogy engem szolgál. Ablakok kilátással, elegendő hely, Talking Head háttér, B-roll. Már több éve használom ezt az asztalt, extra nagy, minden elfér rajta. Az Autonomous márka mellett döntöttem, elektromosan állítható magasságú. Egy gyönyörű famunkalapot tettem rá, amire tökéletesen passzol ez a szürke desk mat, főleg, hogy a falak is szürkék. Monitorok. Sok próbálkozás után úgy érzem, hogy ez a legjobb setupom. Az Apple Studio Display, vagy ahogy láthatod, ugye akár kettő is, a legjobb árérték arány nem csak azért, mert sokrétű és könnyen állítható az Ergotron monitorármoknak köszönhetően, hanem azért is, mert felfedeztem egy titkot, amit szerintem az Apple direkt próbál eltitkolni előlünk. Én teljesen ledöppentem, ha érdekel téged is, hogy mi az a titok, valamint jobban belemélyednél a dupla Studio Display setupomba, akkor nézd meg az erre külön dedikált videómat. Beteszem a videó végén is, de a leírásban is. Tudod, a like gomb alatt, amit benyomhatnál egyébként, hogyha tetszik ez a tér, amit látsz és létrehoztam. Természetesen szükséged van a motorra is, igaz? Én még mindig egy M1-es Max MacBook Pro-t, kimaxolt MacBook Pro-t használok, mivel kipróbáltam az M3-at is, és valós munka során az M1 Maxom 4K 120 FPS S-Log 3 10 bit 422-es fájlokat is simán kezel és hasít. Szóval inkább spórolj némi pénzt. Kiegészítők. Magic Keyboardot használok, mivel ez az egyetlen billentyűzet, aminek van Touch ID-je. Király a gépelési élmény, sorry, nem vagyok egy ilyen mechanikus billentyűzet fan. Azért két dolog hiányzik belőle, háttérvilágítás és matt fekete verzió. Az egerem pedig a Logitech MX Master 3 Mac-ek számára 7 gombja van, amit alkalmazásokhoz testre szabhatóak, nem csak videószerkesztéshez, ahol amúgy az időm 20-30%-a lecsökkent, hanem egyszerű feladatokhoz is, mint böngészés, videóhívás, Word és Excel is. A két monitor és eszköz miatt kellett egy dokkoló is, és megtaláltam a legjobbat.
Ez a Sonetec Echo 20 Thunderbolt 4 Superdock. Három Thunderbolt 4 porttal rendelkezik, ahol az egyik egy 100 wattos töltéssel is, és egy véletlen kioldás elleni zárral rendelkezik. 8-10 gigabit per szekes USB port, 4A és 4C HDMI 2.1, 2,5 gigás Ethernet port, SD kártyaolvasó, kombinált audio jack, és egy M.2-es SSD slottal is rendelkezik, amiben egy villámgyors Western Digital 2 terabájtos SSD-t tettem. Ami a kártyákat illeti, van egy Delkin CF Express kártyaolvasóm, és mivel ezt a kártyát használom a Mac-be, és ez nincs a dokba. Biztos egyből szemet szúrt az elektromos zongorám a lebegő stúdió diszpléjeim alatt, és tényleg lelkes amatőrként zongorázni tanulok, de borzasztóan játszom. A jobb oldalon láthatod az Anker Highrise 3, 3 az 1-ben töltőt. Imádom a matt fekete kivitelt, és tökéletes szögben tartja az iPhone-omat, plusz az AirPods-omat és az Apple Watch-omat is tölti egyszerre. Adattárolásról beszélve van egy plusz 4 terabájtos SanDisk Extreme SSD-m, ez sokkal jobb befektetés, mint a MacBook-nak a belső SSD-jének a bővítése, hogy erre költsünk, mivel a való életben tényleg nagyjából ugyanazt a teljesítményt kapod, mégis megtarthatod, hogyha lecseréled a gépedet. De ez még nem minden. Van két 20 terabájtos Western Digital MacBook Duo-m archiválásra és bekapolásra, de idén növeltem a tétet egy Terra Master T6 423-mal, amiben 6-12 terabájtos Western Digital Red Plus NAS-ra tervezett vinyót tettem be. A nappaliban lévő T6-ot elérem a belső hálózaton, streamelhetek róla, bekapolhatok rá, de ez az okos otthonomnak a központja is, hiszen ezen fut a Home Assistant. Beszélnünk kell az áramellátásról is, mivel rengeteg elektromos eszközöm van, szó szerint nem tudok áram nélkül élni. Erre egy UPS-t használok. Hogy tetszik eddig a setup? És a tied amúgy milyen? Mesélj róla, kezdjünk el beszélgetni a komment szekcióban, tökre érdekelne valami kis eszmecsere. Hangszórók. Mit hagytam ki? Ó igen, a hangrendszerem. És beszereztem egy új hangfalat is egy ok miatt, mindjárt el is mondom, de először hadd mutassam be a KEF LSX2 LT-t, egy vezeték nélküli hangfalat. Habár nem a legolcsóbb, a minőséget keresőknek elég jó árértékarányt jelenthet a High Fidelity kategóriában, mindössze 1200 dollárért egy párért. Imádom a minimalista dizájnját, ami simán illeszkedik bármilyen stílushoz. Specifikáció oldalról a KEF Music Integrity Engine és a jellegzetes UniQ meghajtó egység adja ezt a tiszta hangzást. És a fő ok, amiért annyira vágytam rá, az az, hogy streamelhetsz AirPlay 2-vel, de akár Chromecast-tel, vagy közvetlenül Spotify-ról is, de itt még nincsen vége, hiszen van HDMI, ARC vagy ARC és USB-C csatlakozási lehetősége is. Ráadásul más LS wireless hangfalakkal is párosítható, így akár több szobás élményt is elérhetsz. Ha videós vagy, akár amatőr zeneszerző, vagy egyszerűen csak imádod a zenét, akkor az Adam Audio A7V neked való. A 7 üvelykes házban lévő MLM mélysugárzó és az XR tweeter egy természetes, de kiegyensúlyozott hangot ad. Persze egy dedikált külön állványon van, és igen, brutál jól szól. Az Audient Evo 8 audio interfészen keresztül kötöm össze a stúdió monitorokat a dokkal, így akár még egy XLR mikrofont is használtok a gépen, ha kell. Jelenleg a kedvenc mikrofonom a Shure SM7DB, ami persze biztosítja a legendás hangzást, de a beépített erősítőnek, preamp, köszönhetően minden szükséges extra erősítést, gaint is magával hordoz, így podcasterek, streamerek, zenészek vagy olyan arcoknak, mint mi, egyszerűbbé válik a tökéletes vokál elérése bármilyen felvételi setupban. Zárójel, nagyon kíváncsi vagyok, mert most is nagy háttérzaj van és nyitva van az ablak, de szerintem baromi jól hangzik. Kamerák. Mivel a legtöbb megbeszélésem és tréningem online zajlik, itt több opciót alakítottam ki. Alapból az Apple Studio Display kameráját használom, ami tökéletes zoom callokhoz. De itt van ez az elég egyedi kis kamera, az Obsbot Tiny 2, ami olyan, mint egy PTZ, de mégis webkamera. Éles kép, mesterséges intelligencia funkciók, például követni tud, csak ajánlani tudom.
És persze, hogyha a legjobb minőséget szeretném, akkor a Sony A7S3-omat használom az Elgato Camlink 4K Capture Card-del. Egy másik erős opció a Holyland Venus Live, ami live-okhoz, online meetingekhez készült, de akár sima videózáshoz is király. És pont most jelent meg a V2-es verzió, amely már 4K-ban is tud felvételt készíteni és közvetíteni is persze. Baromi könnyű élőzni vele, csak egy érintés és már is streamelhetsz bármilyen platformon, TikTok, Instagram vagy Facebook, akár egyszerre is. Csatlakoztathatsz Wi-Fi-n keresztül, vagy számítógépeden át, beépített mikrofonnal rendelkezik, de a Holyland mikrofonokat is csatlakoztathatod USB-C porton keresztül. Ja, és természetesen támogatja a portré és fekvő módokat is, valamint az automatikus fókusz baromi jól működik, sőt, a fókusz rögzítheted, és akár 6-szoros zoomolást is alkalmazhatsz. Használhatsz olyan pro funkciókat, mint a beépített zöld háttér, vagy ami most nagyon trendi, matricákat helyezhetsz fel. Amit meg különösen szeretek benne, az a nagy, 5 hüvelykes forgatható érintőképernyője. Kábelrendezés. Mindent lefettünk, ami az asztalomon van, de nézzük meg, mi van a motorháztető alatt. Rohadt sok kábel kell ehhez a setuphoz, és egyet sem akarok látni. Ehhez az asztal alján van 2 elosztó és 2 kábel csatorna. Úgy érzem, hogy még mindig lehetne jobb és több hely kellene, de szerencsére mindent el tudtam tüntetni, és egy kábel látható csupán, ami az UPS-be megy. Imádom. Hangkezelés. Elég régóta szerettem volna fejleszteni az akusztikát, nem csak az ilyen beszélgetős videókhoz, hanem a még jobb zenehallgatási élményhez is. Ehhez pedig olyan paneleket kerestem, amik nem csupán a funkciójukban profik, de jól is néznek ki. És így találtam rá az UA Acoustics nevű márkára. Mindent megtalálsz, amire szükséged van a hangkezeléshez, paneleket, szigetelő párnákat, basszuscsapdákat, de a legjobb az, hogy különböző dizájnok és színek közül választhatsz. Amúgy nagyjából 1 kilósak és 16 és 30 dollár között mozognak, és háromféle habvastagság közül választhatsz 30, 50 és 70 mm. Fel is szögelheted őket, de én egy könnyen eltávolítható és nyom nélküli megoldást kerestem. Rá is találtam a Command Strip-ekre, amiket rengeteg videóban ajánlanak. Hát nekem egy totál csőd volt, mivel nem maradt fent, le is estek a panelek. Úgyhogy fájó szívvel, de egy erős ragasztó sprayt használtam, amit csak felfújsz a falra, meg magára a panel hátára, és minden ott marad a helyén. Eddig semmi sem esett le, de a Command Strip-pel igen, és emlékeztetőül fenn is hagytam egy repet panelt, kvázi egy szimbólumként, hogy semmi sem tökéletes, akadályok mindig lesznek, de legyőzheted őket. És igen, most olvasom Ryan Holidaynek az Akadály maga az Út című könyvét, immáron másodszorra, és csak ajánlani tudom, de elég a könyvklubból. Összességében nagyon elégedett vagyok a kialakítással, és tényleg semmi visszhang sincs, ami azért elképesztő, hiszen csak 14 panelt használtam, miközben egy megfelelő hangkezeléshez vagy 100-at kellene, és persze ablakok szóba se jöhetnek. Nincs visszhang. Kényelem. A kényelem fontos szempont volt, mivel sok órát töltök itt egy nap. Már az állítható magasságú asztal is nagy változást hozott, de a megfelelő szék is baromi fontos. Mindent is lehet rajta állítani, és itt külön kiemelném a nyaktámaszt, és tényleg baromi jól működik. 2 új fejlesztés az asztal alatt, egy lábtartó és egy függőágy. Szeretek hátradőlni a székemen és a lábaimat a függőágyra tenni, szinte olyan érzés, mintha a napon hesszelnék. Fények. Adott egy okos mennyezeti lámpám, ami szenzor által automatikusan bekapcsol, amikor sötét van a szobában, és nyilván jelen vagyok. Valamint van a BenQ-nak a Screenbar hélója, ami egy extra fényt ad a munkafelületemre, úgyhogy nem tükröződik a monitoron. Beszéljünk a videós fényekről, amihez egy Amaran COB főfényt használok softboxsal, egy lanternel. Ez az ugyancsak újonnan kialakítós videós állványomon van, de nem csak ez, hanem minden egyben a felvételhez. A kamera, a súgógép, mikrofon, minden itt van rajta, egy control monitor, nagyon brutál lett, szóval, hogyha érdekel, hogy miként tudsz a videózáshoz szükséges minden eszközödet is egy gurulós állványra felszetepolni, akkor nézd meg az erről készült videón, mivel nem egy, hanem 2 lehetőséget is megmutatok. Ezen kívül
van még egy Amaran panel is, itt, amit az asztalomra helyeztem fel, nem csak gyönyörű ugye élfényként szolgál, ahogy látod, remélem neked is tetszik, hanem a zoom call-ok esetén pedig tökéletes fölfénynek is. Dekorációként ként RGB csőfényt helyeztem fel a falra, amit ugye itt jobb oldalon találhatsz, plusz egy okos LED szalagot tettem az asztal alá, most lehet nem annyira látszik, hogy kéken világít. Az okos dugaszoknak köszönhetően mindent egyetlen gombbal vagy hangparancssal irányíthatok. Töltőfal. Nagyon régóta vágytam egy ilyen töltőfalra, nem csak a ultra funkcionális és helytakarékos, hanem szerintem nagyon vagány a dizájnja, és teljesen illik a szobához. Ha érdekel, hogy miként raktam össze, és milyen fontos részletek merülnek fel, akkor nézd meg a dedikált videómat róla. Design. Őszintén hiszem, hogy egy adott tér dizájnja az, ami mindent összeköt, kvázi ez a titkos hozzávaló. Nézd csak körül, itt van például a nem tolakodó, mégis markáns szürke fal. Háttérnek tökéletes, és engem még inspirál is. Az akusztikus panelek nem csak funkcionálisak, hanem a dizájnhoz is egyértelműen hozzáadnak. De ugyanez igaz a töltőfalra is. A fa és matt fekete polc pedig passzol az íróasztalhoz. Rajta a kedvenc könyveimmel, szép emlékekkel, de persze bármikor alakítgathatom. És hát itt van ez a király kis iPhone keret, amit egy Grid nevű cég gyárt, de találsz náluk még sok más tech kütyüt is. Ha követsz egy ideje, akkor tudhatod, hogy nagy Apple rajongó vagyok, így ez az OG iPhone a falamon nem csak stílust ad, hanem egyféle nosztalgikus utazás is, mivel pont Los Angelesben éltem, amikor Steve Jobs bejelentette az iPhone-t. És képzeld, a vállalkozói utam egyik első sikere pont ezeknek az iPhone-oknak az értékesítése volt. Van még valami a falamon, az amerikai diplomám. Több egy darab papírnál számomra kvázi egy szimbólum, ugyanis gyerekkori álmom volt Los Angelesben élni, és sokban ennek is köszönhetően mennyi minden történt azóta. Na még a végén itt elérzékenyülök, de észrevetted az elektromos dobomat? Imádok zenélni, tanulni, mert feltört. Ehhez pedig találtam egy király kis appot, a Melodix-ot, ami olyan kb. Mint a Guitar Hero. Ha emlékszel a Guitar Hero-ra, ugye PS, Xbox-ból, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod ezt a videót. Ja, és a zenetudásomtól teljesen függetlenül, teljesen király háttér zoom call-okhoz, és sokszor ilyen beszélgetés indító is. Tárolás. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mivel ezt a teret minimálban szeretném tartani, és annyira király, hogy van egy külön dedikált stúdiószobám, plusz egy tárolószoba, spájz, ha úgy tetszik, ahol elfér végre az összes felszerelésem, és annyi van belőlük. Erről készítek majd egy külön bemutatót is, tehát ne felejts el feliratkozni a csengővel, hogy ne maradj le róla. Szerintem pont most megfelelő a pillanat, hogy elmondjam, hogy mi a nyeremény, egy Philips Hue okos, izzós starter kit, és ahhoz, hogy ezt megnyerd, annyit kell tenned, hogy lájkold ezt a videót, és leírod kommentben, hogy miért te tudnád a legjobban kihasználni, hogy használnád. És hogy ki fogja megkapni? Az, akinek a kommentjére a legtöbb lájk jött, úgyhogy mindenképpen szólj a barátaidnak, hogy lájkolják a kommentedet. Beszereztem még néhány kütyüt egy olyan márkától, amiről valószínűleg még nem hallottál. Nightcore. Először is itt van a BB Nano, egy pici, de erős hordozható fúvó és porszívó. Tökéletes az eszközeim tisztításához, kétféle fújóerősséggel és újra tölthető akkumulátorral rendelkezik. Szuper hasznos a gyors takarításhoz az asztalomon, a kamerámon és objektívemen, de még útközben is, és akár mini porszívóként is használhatod. A következő az AD10 elektromos légfúvó, ami 85 km/órás sebességgel fújja a levegőt, és beépített fénnyel is rendelkezik, ugye egy láthatod, hogy hol van valami por vagy kosz, elég jól távolítja el ezeket, akár a lakás nehezen elérhető helyein is. Van még egy menő kütyüm fotózáshoz, videózáshoz is, a Cinewind CW20 nevű zsebméretű szélgép. Ja, és ha már menő kütyüknél tartunk, beszereztem az EMR30-at, egy többfunkciós elektronikus rovarriasztót. Ez akár 3 négyzetmétert is lefed, és 12 órás üzemidővel rendelkezik. Van még egy extra funkciója, a 360 fokos ultrahangos
mód. Beépített aksia van, 10400 mA, két szúnyogriasztó labbetét helyen rendelkezik, és mágneses, így még több felületre rögzíthető, hát sajnos a kertemben sok a szúnyog, úgyhogy nagyon kihasználom. Okos home office. Végül, de nem utolsó sorban beszéljük át, hogy hogyan tehetjük okossá a home office-unkat, mivel szerintem ez a legjobb home office élmény létrehozásának a következő szintje. A legtöbb tech cuccunkat integrálhatjuk az okos otthonunkba, és automatizálhatjuk őket. És szerintem pontosan ezáltal leszünk még fókuszáltabbak. Olyan területekre gondolok, mint például világítás, redőnyök, klíma automatizálása, vagy említhetném azt, hogy egyetlen gomb mindent elindít a videózáshoz. Bekapcsolja a kamerámat, az öt fényemet, kikapcsolja a klímát és az okos légtisztítót, lenémítja, do not disturb-be teszi a telefonomat. Tehát lássuk magukat az okos eszközöket. Adott az okos mennyezeti lámpám és a LED csíkok, azok nem annyira látszanak, plusz néhány okos dugallyal a nem okos eszközeimet, mint a kamera, amaramfényeket is irányítani tudom. Plusz van néhány okos érzékelőm, amelyek figyelik a mozgást és a hőmérsékletet. És talán neked is érdemes lenne még többet megtudni arról, hogy mi az, hogy smart home, okos eszközök, okos otthon, szóval akár ha beleástad magad, vagy akár még nem, szerintem biztos, hogy elég sok jó tippet találsz a bemutató videóimban, mert rengeteg időt és energiát fektettem az elmúlt hónapokban egy elég komplex, de könnyen használható okos otthon kialakításába. És nem csak az eszközöket, hanem az általam használt automatizációk minden részletét is megmutatom, szóval linkek a leírásban, tudod, hogy mi alatt, szóval csak nyomd be. Remélem élvezted az idei Smart Home Office stúdió bemutatómat, és találtál néhány egyedi ötletet a saját teredhez is. Ha igen, kérlek írd meg kommentbe, vagy akár csak küldj egy üzenetet Instán, szívesen megnézném és beszélgetnék róla. Lájkolj, iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön még, mint az okos otthon bemutató, b-roll tutoriálok és izgalmas tech cuccok 2024-re. Köszönöm szépen, hogy megnézted, találkozzunk a következőbe, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!